Nem csak az indulás, hanem az autókra kerülő matricák utolsó simításait végzik a résztvevők az idei Csángó túra első napján. Harmadik alkalommal rendezik meg ezt a jótékonysági túrát, hogy átszelve az országot eljutassák adományaikat a csángóföldi nehézsorsú gyerekek számára. Ez a harmadik Csángó túra, amit a Magyar Falu Alapítvány szervez, ez abból a gondolatból indult 3 évvel ezelőtt, hogy az emberek nehezen adnak, nehezen adakoznak, mert az az általános, nem is alapvetően alaptalan vélekedés van, hogy nem érdemes adni ajándékot, mert úgyis ellopják, eltűnik az alapítványnál kézen közön. Ezért mi kitaláltuk 3 évvel ezelőtt, hogy elindítjuk ezt a Csángó túrát. Mindenki, aki akar, hozza az adományát, és amikor megérkezünk egy-egy adott helyre, akkor ők maguk adhatják oda az áruháznak, vagy annak a nehéz sorsú családnak, vagy annak a közösségnek, ahol vannak ezek a megállók. Tehát így biztos lehet mindenki abban, hogy oda eljut az általa szánt dolog a rászorultaknak. Magyar Falu Alapítvány 24 tonnás kamionját több tucat vállalkozó kedvű önkéntes kísérte a határon túlra. Elszántságukat a hajnali indulás sem törte meg. Én nekem a feladatom itt csak annyi, hogy indítsam ezt a túrát, áldjam meg őket, mint egy zarándokokat, akik hát elindulnak oda, és hát visznek valamit magukkal, a szeretetüket, a gondolataikat, a kapcsolatokat, az érdeklődésüket, valahogy így ezt teljesítem be. A Csángó túrán az Afrikai Magyar Egyesület is nagy erőkkel segít a rászorulókon, hiszen azok az adományok, a magyar nyelvű gyerekkönyvek, szánkók, korcsolyák, amiket az idei Budapest Bamako Rally nem tudtak hasznosítani, mind gazdára találnak a határon túli apró falvakban. Az Ahu is gyűjt nekünk, és adnak adományok, de az Ahutól most is vannak itt, tehát tevőlegesen itt vannak a túrán. Hát nagyon sokat segítenek gyűjtéssel, ügyenek sok nagyobb gyakorlatuk van ezeknek az adományoknak a kezelésébe, gyűjtésébe. Szóval Ahu az egy nagyon biztos pontja ennek a Csángó túrának. A több száz kilométeres, 3 napos túra végén a szervezők lelkesedése mit sem lankadt, így ígérik, jövőre ugyanígy segítenek a rászorulóknak.